értesítik a fogadós őfelsége érkezéséről? Igenis, parancs szerint. Akkor vágd a szemembe és jelensd meg, hogy őfelsége József császár még ma este oda érkezik. Örülök, hogy végre megismerem az erdélyi népet, mert ha egyszer a királynő őfelsége eltávozik közülünk, én leszek Magyarország az örökös tartományok és Erdély ura is. Itt is gyökeres reformokra lesz szükség. Ha megengedi felség, szerény helyeslésemnek adok kifejezést. Köszönöm, kapitány úr. Sajnálom, hogy édesanyám nincs egy véleményem velem, mert bármennyire szeretem és mélységesen tisztelem is őt, sajnos kormányzati elveink merőben ellenkeznek egymással. Ha szabad megjegyeznem, felség Mária Terézia ő felsége azért nagyra tartja szeretett fiát. Nem is vonom kétségbe, és jól is esik. De ön, kedves adjutársam, nem hallotta, hogy legutóbb is milyen hevesen ellenezte terveimet. Tudom, felség, de hiszen éppen ennek köszönheti Erdély felséged mostani tanulmányútját. Hol állunk meg legközelebb? A négy szürke fogadónál. Felséges uram nálam! Kegyeskedjék befáradni! Erre, erre tessék! Tessék el! Erre! Felséges uram! Erre! Itt! Parancsoljon! Ó, felséges uram! Nem oda! Erre a belső szobába! Ide! Erre a székre! Tessék! Hideg sültet kenyeret, bort! Igenis! Igenis, méltóságos uram! Foglaljon helyet! Mondja a kapitány! Aztán ez mindig így lesz? Felség, nem tudom, hogy történhetett ez. Megmondtam már önnek, hogy most nem uralkodói parancsra utazom, hanem magam kedvére. Remélem, nem kell többé ezt hangsúlyoznom. És mikor érkezik ő felsége? Még ma. Hallották, figyelmetek. Ő felségét ünnepélyesen fogjuk fogadni a város határába. Jöjjenek az ácsok, kertészek, zászlóhordozók. Figyelmet kiszökik a nép közé. Figyelmet pedig utasítást ad, hogy az út mentén mindenfelé őrszemek álljanak. Megértettek? Indulás! Merre megyünk most? Szebembe, felség. Köszönöm, kapitány. Nem megyünk Szebembe. Merre vezet ez a másik út? Nem tudom, felséges uram. Akkor erre megyünk. Felség, ez az út nem járható ilyenkor. Akkor is erre megyünk. Indulás. Parancsára, felséges uram. Felséges uram, ha szabadna, engedelmével mégis a másik utat ajánlanám. Nem, Kléber, nem megyünk Szebembe, ott a császár párják, s nekem ez semmi kedvem nincs. Hopp, pardon! Felség, csak nincs valami baj. Nincs semmi baj, segítse ki az adjutársurat is. Örülök, hogy felségetnek semmi baja. El hátsó. Ő felsége megkegyeskedett, ittli magát. Rosszban fájlalom. Igen, megmondtam magának, hogy ez az út járhatatlan, és ön azt mondta, hogy ne féljek, amíg ön ül a bakon. A bakon én ülök, de a kereketet Bécsbe fabrikálták. Nem, nem, kedves Kléber, ön most a lakájjal bemegy a faluba, gondoskodik arról, hogy a hintót kiavítsák, s reggel 8-szor akkor itt vár rám a hintóval. Parancsára, felség,
De bocsánat, felség, ha szabadna érdeklődnem, felséged, hol óhajtana tartózkodni holnap reggelig? Én, kedves kapitány, a nép közé megyek, hogy megismerjem. Felség, de semmi, kérem, mert tudja a kötelességét, menjen ki. Moriba. Nyissa ki a ládát, átöltözöm. Hey, fickó, nem láttál erre egy négy lovas batát? Nem én, még ekkor követ. A jó Isten áldja meg felségedet, amiért a nép közé megy. Mert kegyes engedelmével hallottam az előbb, amint az adjutáns úrnak mondani tetszik. Na és miért erül maga ennyire ennek, öreg? Azért, felséges uram, mert hát van ennek a szegény népnek baja elég. És? Gondoltam, a magyar trónörökös meghallja ezeket. Azután szól József császár ő felségének a fönn Bécsbe, hogy segítsen valahogy eligazítani a sok bajt. Jóban, öreg, szólni fogunk. Az Isten áldja meg érte, felségedet. Azonnal hozzák be a hintót. Reggelre készen legyen. Igenis, felséges uram, meg lesz. Szállást hol kaphatnék ma éjszakára? Itt van a Besenyő kastély közelben, ott szívesen látják felségedet. Te azt hiszed, hogy én vagyok a császár? Ez maga a császár. Nézze, milyen fényes a ruhája. Csak az lehet. Mindenre vigyázzanak. Reggelre itt leszek. Igenis. Mennyire van a kastély? Kis séta az egész instálom. Fél órácskára sincsen. Fickó, nem láttál erre egy négy lovas batát? Miért kérdi? Ne üsd az orva magas udvar dolgába, azt akar, hogy a fejed a nyakadon maradjon. Arra felej, amit kérdeztem. Nem láttam, pedig órák hosszat jövök ezen az uton. Maga a császár, fényes ruhában, csupa aranybizma rája barva a ruhájára, én magam láttam a két szememmel. A huzai szépen kell, kál Isten. A rozs valamicskét gyöngébb, de majd megerősödik. Meg aztán hét csikónk van már. A hetedik is megvan, na még ma megnézem. Köszönöm, öreg Ábel. Most még csak nézem utána a gyümölcsösnek, és adasson a cselédeknek több szalonnát. Ó, kapnak azok eleget, nemzetes asszó. Nem panaszkodik nálunk egy sem. Na, mégis adasson csak többet. Sok náluk a gyerek kell ott a táplálék. Igenis, meg lesz. Nemzetes asszonyom, egy bizonyos Kléber József nevezetű kapitány úr van itt. Kléber József? Vezesd a szalomba. Szépen ezért kérem, nemzetes asszonyom szíves vendéglátását csak erre az egyetlen éjszakára. Ó, akár egy hétre is nagyon szívesen. Rögtön intézkedem is, hogy kapitány úr megfelelő ellátásban részesüljön. Végtelenül hálás vagyok a szívességéért, nemzetes asszonyom. Egyelőre azonban tisztálkodni szeretnék, mert ilyen porosan méltatlannak tartom magam szép asszony közelségére. Hát akkor talán megmutatom a szobáját, kapitány úr. Ha magam láttam a cifra ruháját, ha mondom. Ruha még nem bizonyítja. De a kardja is színarany. Mondom, hogy maga a császár. Íme a szobája, kapitány úr. Örülnék, ha kellemesnek találná. Ó, nemzetes asszonyom, ez maga a paradicsom. Természetesen egész házam rendelkezésére áll. Jó napot kívánok. Jó napot adjon Isten. Mi járatban van az úr? Vándorember vagyok, szállást szeretnék. Meg valami ennivalót is, mert éhes is vagyok. Hát csak kerüljön beljebb. Magunknak sincs sok, de szívesen megosztjuk. Hé, Áron! Hát nézd itt a császár! Pénzt fog osztogatni, no! Bolondokat beszétek, meghallgatja a nép panaszát. De szép ember áll a császár! Mi az érgyűlésre leszek itt? Miért nincs egy sem helyén? Egy-kettő friss vizet a vendégnek. Tisztogassátok meg a kapitány úr csizmáit! Engedelmet kérek, nemzetes asszonyom! Nem kapitány ez a vendég, hanem a császár ő felség. Miket beszélken?
Ő felsége? Személyesen, csak hogy tagadja. A nép közé vegyült és mindig más nevet mond. Magam láttam a hintóját. Cifra laká is volt rajta. És a kocsisa mondta, hogy ő felsége idejött a nép közé. Jézusom, segíts! A császár! Hiszen akkor bornyút vágni, barom! Jaj, az ünnepröm a rukám! A folyam! Hát jó a hírve! Vigyázzanak figyelmetek! Már közel lehet a császár is! Most? Eltűnt! Eltűnt! Elnyert a fény! Csak nem! Istenben fényben megtudják! Vagy maradjanak még! Hová lett a császár? Isten hozta Instán! Szívesen lássuk! De csak foglaljon esmét helyet az úr! Mit enne? Dihal tejet, szalonnát, fekete kenyeret adhatunk. Nagyon jó lesz. Szívesen megfizetem. Na, meg ne sértsen bennünket az úr, nem pénzért adjuk, csak jó szívű. Itt az emberem, beszélgessenek, amíg déhozom. Mi azért csak várjunk. Jönni kell a császárnak, ha már bejelentette magát. Felség, mély hálára kötelez, hogy szerény házamat megtisztelni kegyesként. A nemzetes asszonyom, igazán nem értem, miért méltóztatik felségnek szólítani. Bocsásson meg, felség. Tudom, inkognitó utazik. De engem egész életemre boldoggá tett, hogy vendégül láthatom a császár. Egész életére nagyon kedves, hát vagy megmondom a császárnak. Parancsoljon velem, mindenem az öné. Mindene? Köszönöm, asszonyom. De hol a kedves családja? Nincs senki. Özvegyről. Ó, mió? 4 éve már. És azóta nincs senkije? Hihetetlen. Tudja, asszonyom, hogy ön csodálatosan szép? A felséged is egészen más, mint ahogy én elképzeltem magamnak. Sokkal csinos... Sokkal jóságosabb és kedvesebb. Egészségére, felség. Kérem, ne szólítson engem felségnek. Hát nem mindegy az, hogy a császár vagyok-e vagy sem. Jaj, dehogy mind. Én most látom csak, hogy mennyivel különbe császár, mint a többi ember. De ha nem akarja, kérem, mondja meg, hogy hogy szólíthatná. Kapitány? Úgy van. Maradjunk talán ennél. Erdély legszebb asszonyára. Egészségére, kapitány. Meséljen Bécsről. Milyen ott az élet? Volt már Bécsben? Még soha. Hallottam, milyen szépek ott az asszonyok. De önnel egyik sem vehetné föl a verseny. De inkább Bécsről meséljen. A burgról. Tudja én, amíg Mária Terézia ő felsége ül a magyar trónon, addig még kibírjuk valahogyan, ám bátor, sok itt a baj, íges. Hanem ha majd egyszer József császár lesz a magyar király, akkor lesz itt még csak gond és baj. Mire? Mert a császár nem szereti a magyarokat. Meg téved figyelmet. A császárnak mindegy, német vagy magyar, szegény vagy gazdag, császár előtt csak ember van. Na de mi rólunk jobbágyokról, tám még csak nem is hallok. Csak ülött fenn a burgvárába, aztán fogja a fejt a nagy jó módtú. Az a legnagyobb baj, hogy nincs, aki ezt megmondaná neki-e. Ember látja, igaza lehet Kennek. Ám nem olyan egyszerű egy uralkodó dolga sem. Mert nagyon nehéz ám úgy kormányozni egy birodalmat, hogy senkinek se legyen panasza. Ne igen oktassék engem az úr, mert én is értek hezzá annyit, mint kigyelmed, no! Jaj, de mulatságos! Van még te vizsgés? Van még néhány, ez a legújabb. Fent a fényes bécsi burgban mennyi pletyka van, susognak untalan, mindig mindannyian, s az elf az madám sersél a fám. Minden udvarhölgynek 3 ágú nyelve van, egyes kis nyelve van, s csupán 1 elve van, s az elf az madám, sersé la fán. Nősül válik, a szóbeszéd, csak erről van, ma Sömbrumban. A kancellár miért dolgozik most éjszakákon át, említik, mint okát, egy női kis bokát. De ne adja ezt tovább. Fent a burgban Cserli grófról furcsa hír kering, hogy egy kis női ing
egy csipkés női ink, kilátszott zsebéből a sakink. Azt beszélik, így jelent meg audiencián, s a felség szólt, fiam, zsebében ott mi van? Gróf szólt, felség, cherché la femme. Grófunk válik, a szószéd, csak erről van, a Schönbrunn van. És hogy én most miért időzöm itt ilyen vigan, ez indokolva van, mondom, pontosan. Bevallom, madame, cherché la femme. Nem is hittem volna, hogy ilyen kitűnően tudja produkálni magát. Valóságos aktor felsége. Már megint felség. Bocsásson meg. Én nem tudom másképp. Engedje meg, hogy így szólítsam. Ez nekem olyan nagy öröm. Ha örömet okozok vele, az más. Akkor nem bánom, legyen felség. Lássa az úr Mátyás király, az igen, az szerette a népeit. Ösmérte ügyes bajos dolgaikat, mert sokat járt közéjük. József császár, a mostani trónörökös is jár a nép közé, és ha majd egyszer király is lesz, nem fogja elfelejteni, amit mint trónörökös látott. A fenét még nem látta senki a nép közé. De, hogy nem. Még kigyelmetán látta. Kent lát most engem. Hát nem vagyok vak. Na hát, én vagyok József császár. Hallja az úr, ennivalót, szállást adok, de a hazugságát nem hallgatom, no! No, én kezdek gyanakodni, hogy hiába jövénk. Mert két lót ült ki alulam a nagy keresítbe, és nincsenek sehol se a csáta. Milyen jó elbeszélő felséget! Szíves hallgatnám bármeddig. Én pedig boldogan élnék az alkalommal, ha a kötelesség nem szólítana el innen hamarosan. Igen, ez nagyon szomorú. Igazán sajnálja? Végtelenül. Hiszen sajnos nem minden nap lehet vendégem a császár. Már megint. Asszonyom. Nem, többet nem iszom, felség, mert még becsíp. Velem már meg is történt. Ilyen vacsora, ilyen barok és ilyen asszony. Miket tud produkálni ez az ország? Ó, Istenem, szerény falusi vendéglátás. Képzelem, a Burgban mennyivel más. Burgban még soha nem éreztem ilyen jól magam. Nem is tudja, hogy milyen boldoggá tett ezzel. Egészségére, felség. Egészségére, asszonyom. Hol énekelnek? Cselédeim. Ilyenkor este összeülnek, és ezekkel a dalokkal vallanak egymásnak szerelmet. Szerelem? Kedves szokás. És miről szól a dal? Ah, see, oh,
felség, József. Értse meg, hogy szeretem. Hiszen az a baj, hogy én is... Krisztina! Krisztina, kérem, nyissa ki. Jó éjszakát, felség. Jó éjt, Krisztina. Szép álmokat. Tán csak ne lopj el a szénát a padlásra. Már mi lopná el? Mi? Mert ki hazudik, a lopes. Kutya. Na, szép. Jetzt wird's gut schlafen. Nagyon meleg van a szobában. Igen, Krisztina. Kibírhatatlan ez a hőség. Köszönöm, grófnő. Látom, mára nem sok újság akad Bécsben. Van még valami? A kancellár urat láttam a várakozók között. Majd kéretni fogom. Mit csinál a fiam? Ő felsége a dolgozószobájában van. És amit értesültem, megint egész éjjel a könyvtár szobájában tartózkodott és olvasott. Olvasott? Gondolhattam volna. S miket olvas? Walter, Rousseau, Bomásé, mondhatom, szép kis társaság, csupa forradalmár. Felséges asszonyom, én mindent elkövetek, hogy József ő felsége figyelmét elvonjam a könyvekről. Tudom, gyermekem, tudom. Csak attól félek, hogy ő felségével a fiammal valami baj van. Mennyiben gondolja a felséged? A női nem bájai iránt egy kissé érzéketlen. Sajnos tudom. Ám bár ez nem is olyan biztos. Henriette! Tud valamit? Tudok, felség. A fiamról? 1000 ezüstallért juttasson el Erdélybe, Székás községbe, Bakó Áronnak. Igenis, felség. Az illető jobbágya porosznaki uradalomban. A futár csak annyit mondjon, hogy az a vándorutas küldi, aki tavasszal egy éjszakára megszállt náluk. Parancsára, felség, azonnal intézkedett. Megálljon még valami. Mondja meg Henriette grófnőnek, a királynő ő felsége első udvarhölgyének, terhesnek találom azt a sok figyelmességet, amelyel elhalmoz. Ezt nem szeretem. Parancsára, felség, tapintatosan elintézem. Nagyon lekötelezlek léber, ha távol tartaná a grófnőt. Udvaroljon neki a kedvemért. Kérje meg a kezét. Kezét, felség. Na kezét, hát természetesen ez nem parancs, ez csak kérem magától. Felség, igyekezni fogok. Köszönöm. Kéretem a kamarást a mai postával. A császár postájából semmiféle levelet elvenni nem szabad. Akármilyen rózsaszínű legyen az. Grófnő, az ön eljárása erről senki fogásolható. Hol az a levél?
Csak felségednek akartam szolgálatot tenni, de ha rosszul tettem, akkor inkább visszacsempészem. Várjon, mutassa. Már megijedtem, hogy fel is bontotta. Én, de felség. Ehhez a császáron kívül senkinek sincs joga. Még nekem se. Felséges uram, ha neheztelne is egy tolakodó alattvalójára, bizonyára megbocsájtana a szerelmes asszonynak, aki egy szép szerelmes éjszaka emlékét sohasem tudja elfelejteni. Csak egyetlen egyszer szeretném viszont látni felségedet, mielőtt kolostorba vonulnék. Bocsássa meg ezen írását, felséged emlékét örökké szívében őrző özvegy Alvinci. Alvinci. Alvinci Krisztinának kelt besenyőn az úr 1773. esztendejében a legalázatosabb alattvalói hódolattal. Hát így állunk ő felségével. Ez rettenetes. Szóval ő felsége a császár Erdély útja alkalmával kegyeskedett kegyes lenni. Sajnos. Kérhetem a kancellárt. Foglaljon helyet, kancellár úr. Úgy is leülne a meglepetéstől. Felséged ismét előbb tudott meg valamit, mint én. Ő felsége Erdély útján belsőbb kapcsolatot épített ki önmaga és a nép között. Bocsánat, de úgy tudom, ez megfelel felséged intencióinak is. De felséged gyakran kegyeskedett említést tenni erről. Csak hogy ő a császár ezeket a kapcsolatokat egy hálószobában teremtette. Ah, ez remek lehet. A műfelségre lehet, hogy csak a vidéki hálószobák vannak hatása. Találja módját annak, hogy az illető hölgyet felhozzák Bécsbe. Még felhozni ide? Úgy van, így legalább a királynő felsége szem előtt lehet. Meg kell akadályozni, hogy idővel trónkövetelők jelentkezzenek. Ha. Bocsánatot kérek, felsége. Igaza van, gyermekem. Helyettem szólt. Intézkedjék, kancellár úr, hogy a gubernátor haladéktalanul Erdélyből kísérje fel Bécsbe az illető hölgyet. Na, nem hagytatok itt semmit? Fogrót élelmiszer kosárkaként van a kocsin? Igenis, nemzetes asszony. Ne bőgj, Manna, hát visszajövök én még. Indulhatunk, gubernátor uram. Jaj, alig várom, hogy megláthassam. Bécs. Nemzetes asszonyom, a bécsi dámák mind elfognak sárgulni az irigységtől, ha kegyed megérkezik. Ó, gubernátor úr. No. Csak nem utazik a nemzetes asszony. De éppen, hogy elutazik. Hova? Magas Bécs városába. Mi a fene? Bizony, nagy kitüntetésért minket, kilevettek bennünket udvari dámának. Igazán? Csak az a kár, hogy a nemzetes asszony levágott azt a gyönyörű, szép, hosszú haját, amiatt a fránya parogás miatt. Térünk, ó, a mai remek posta viszonyok mellett nem adok neki 2 hetet, már ott vagyunk. Már? Igen. Özvegy Alvinciné Krisztina, degenere Alvinc és báró Bruckmintál Sámuel Erdély kormányzója. Kérhetem! Felség! Hozta Isten, kedves Bruckmintál! Felség! Hozta Isten, kedves gyermekem! Önnek igaza volt, kedves Bruckmintál, amikor egyszer azt mondta, hogy az egész birodalmunkban mindenből Erdélyben terem a legszebb. Úgy látom, még özvegyekből is. Most néhány szót szeretnék váltani vendégünkkel. Remélem, ma este még látom, kedves Bruckmintál,
A mai est ebédjét az asztalomnál költi el. Boldoggá tesz a kitüntetéssel, felség. Jöjjön közelebb, kedvesem. Csinos. Nagyon csinos. Mondja, hány éves? 23, felség. 23. És már 4 éve özve. Senkije sincs. Szegényké. Ne csodálkozik, gyermekem, sokat tudok önről, de nem minden. Üljön le. Jöjjön, jöjjön. Tudja, miért kérettem Bécsbe? Felsége kegyesen elhatározta, hogy Erdélyből is választ egyet az udvarhölgyei közé. Olyat, aki... Ez csak hivatalos indokolás. Örülök, hogy Bruckendahl ilyen ügyes tappintattal intézte a dolgot. Más oka van ennek. Ismeri a fiamat? A császárt? Ismerem, felség. Csak bátran, gyermekem. Közelebbről ismeri? Igen. Meglehetősen közelről, felség. Tudom. A levele is itt van. Hú, Istenem. Elsüllyedek a szégyent. Nem fog elsüllyedni. Folytassa nyugodtan. S hogy ismerkedtek meg? Ő felsége kocsija eltörött, és ő felsége szállást kért. És ő felsége szállást kapott. Azután? Ő felsége gyönyörűen klavicsembalózott, és énekelt. Énekelt? Na, képzelem. Itthon nem szokott. És azután? Azután... Azután udvarolt. Azt pláne nem szokott. Mondja, mit csinált ön a fiammal? Felség, meg tud nekem bocsátani. Nezen, mert ha jól olvastam a levelét, azon fel kellene háborodnom. Felség, 19 éves koromban lettem özvegy. Felséged is asszony. Csak hogy én sokkal később lettem özvegy. Aztán meg én Józsefet... Bocsánat, ő felségét nagyon... Kimondhatatlanul szereti. Szereti a fiamat. Jó van, gyermekem. Nekem ugyan fel kellene háborodnom a történtek fölött, de a birodalom érdekeit is szem előtt kell tartanom. Örülök, hogy van valaki, aki ilyen nagy hatással van a fiamra. Ő felsége makacs és téves elveit egy nő szívén keresztül jobban tudnám befolyásolni. Hajlandó segíteni nekem? A legnagyobb örömmel, felség. Számíthat a történelem elismerésére. És az enyémre is. Felség. Majd beszélünk a fiammal. Felség, itt kell vele találkoznom. Itt, gyermekem, itt. Nekem ezt látnom kell, nekem erről tudnom kell, mint anyának és mint uralkodónak. Meglepetést szerzünk a fiamnak. Hol van most? Ő felsége terhesnek találja azt a sok figyelmességet, amellyel ön elhalmozza. Ez üzenet ő felsége részéről? Megbízott, hogy ezt újból közöljem önnel. Rával. Ő felségének fogalma sincs a hölgyekkel szemben tanúsítandó lovagiasságról. És még egyet, grófnő. No. Ő felségét kegyeskedjék ebből a játékból kihagy, mert kár olyan szekér után igyekezni, amelyik nem veszi fel az embert. Ez csak Mende mondta, az ilyesmit mindig az asszonyok döntik el. Mondjon még néhány kedveset. Hivatok, mama? Kérettelek. Felséged remek színben van. Te annál fáradtabbnak látszol. Már megint egész éjjel olvastál. Felséged tudja jól, hogy katonai és kormányzati ügyeken kívül kizárólag a könyvek érdekelnek. Eddig így tudtam. De most nem is erről van szó. Rendelkezzék velem, mama. Kellemes meglepetést tartogatok a számodra. Politikai meglepetést? Nekem igen. Neked nem. Nem értem ezt. Menj csak be oda, majd meglátod. Na, menj, menj! Asszonyom? Nos, József? József?
Nem lehet. Mi nem lehet? Nem lehet, az nem lehet. Mi nem lehet? Felséged, ő felsége? Igen, én vagyok. Mi baja? Ez az úr nem a császár, nem felségtek. Felségtek, ugye? Ugye most csak próbára tesznek engem, felségtek. Nem értem ezt. Hát, ha ez az úr a császár, akkor... Akkor én ő felségét soha se láttam. Sohasem látta? Ha ez az, amit felséged meglepetésnek szánt, úgy alaposan felültették. József, micsoda kifejezések ezek? Ne sírjon gyermekem! Felség, mondja, hogy ez csak tréfa, hogy ő nem József! De kérem, én csak tudom, én vagyok József! Hát akkor ki volt az a másik? Ezt tőlem kérdi? Milyen másik? Én. Ön kapitány. Igen, én. És ezt újból mondom, mert már nem először ajánlom fel önnek a szívemet. Kapitány úr, kedves Dollán, mert ön ma olyan kellemesen szórakoztat, hogy én a meglepetéstől szólni se tudok. Miért nem hallgat meg engem, grófne? Henriette, hát miért nem veszi észre, hogy itt élek a közelében? Én már észrevettem régen, de mindig azt hittem, hogy tréfál, hogy csak időtöltésbe foglalkozik vele. Ó, hát, hogy gondolhatta ezt egy ilyen nő, mint maga? Fiatal, okos, szép, ha tudná, mennyire tetszik nekem? Henriette. József. József? József? József, nagyon jó. Jaj, hát mit hittem rólam, kapitány? Azt képzelte, hogy én egyszerűen lemondok ő felségéről az ön kedvéért. Azért, mert önt is Józsefnek hívják. Úgy. Szóval önnek mégis a császár kell. Igen, de engem nem ő felsége a császár érdekel, hanem a férfi. Hát én mi vagyok? Gazember? Ez példátlan. Hm. És kegyet szerette? Nagyon. Most is szereti még? Nem, most gyűlölöm. Miért? Mert én szerettem benne. Hm. Úgy. Tehát ez a gazember nem csak kegyedet lopta meg, hanem engem is. Ezt jóvá kell tennünk, József. Ez jóvá tehetetlen felség. De a föld alól is előkerítetem ezt a szerelmi kalandort, és megbüntetem példásan. Felség, remélem este még látom. Tartom kedves kötelességemnek. Mérem. Felségem, én kolostorba vonom. Azért, mert többre tartott egy férfi, mint a mi. Na, kedvesem, akkor minden nő kolostor. Ő felsége kénytelen lesz engedni a merevségét. Kár a fáradtságért, grófnő. És még valamit. Hm. Arra akarom kérni, hogy ő felsége előtt többé ne ejtse el a csipkekendőjét. De nem fogom ejteni. Ő felsége nem fogja felemelni? Ő felsége fel fogja emelni. Na, hagyjuk. Tulajdonképpen haragudnom kellene önre, de semmi értelme. Hiszen csak egy gyönge férfi. Isten önnek is, József. Pardon, kapitány. A kancellár úr és az erdélyi gubernátor úr várják felségedet a dolgozószobában. Na, éppen jókor. Felség. Már megint virágok. Minek? Nem szeretem. Én szeretem, felség. De ha igazán nem akarja, többé nem hozok. Nem tilthatom meg, de felesleges. Semmi értelme. Grófnő? Hogy felséged? Valamit elejtett. Valóban. Köszönöm, felség. Köszönöm. Ó, felség. Köszönöm. Grófnő, mi volt ez? Ez az egyetlen módja, hogy meg tudja magam előtt hajlítani a császár. Az egész világ rajtam fog nevet. Úgy értem, mint egy bár. Igen, ez a helyes kifejezés, mint egy hajongó. Igen, mert azt tartottam, hogy az uralkodó több, mint ember, hogy nem lettek emberi gyöngéi és érzései. Most benne vagyok a legnagyobb botrányba, és ezt önöknek köszönhetek. Én úgy tudtam, hogy az a bizonyos özvegy és felség... Hát, ostobaság, az nem én voltam. Hát akkor ki? Tőlem kérdi? Felség, én még ma beadom a lemondást. Én is. Nem fogadom el? Nekem nem az önök lemondás kell, hanem a bűnös, akár a föld alól is. Mi a büntetés annak, aki a császári család tagjának adja ki magát? Halál. És mi a büntetése annak, aki nemes asszonyok becsületét rabolja el? Halál. Úgy van, uraim, halál! Kerítsék elő nekem ezt a kalandort, verjék bilincsbe,
Hozzák azonnal váltott lovakkal Bécsbe! Még a föld alul is előkerítem ezt a álljózsetet! Én is előkerítem fel! Az égre, uraim, csak aztán nemhogy kettőt is kerítsenek! Súlyosan meg fog lapolni az illető. Nyugodjék meg, gyermekem! Ebben nagy segítségemre lesz, felséged jóság! Ma este szükebbkörű zeneest lesz. Ezen majd hivatalosan is bemutatják, mint új udvarhölgyet. Kinek, felség? Nekem. És ő felségének a fiamnak. Ez itt így szokás. Most menjen, gyermekem. Pihenje ki magát. A viszontlátásra. Este. Este. Ő felségei. Felségtek kegyes engedelmével jelentem, hogy Wolfgang Amadeus Mozart udvari zenész úr Itáliából való visszatérés alkalmával hódolatát óhajtaná kifejezni. Isten hozta, kedves Mozart. Hogy érezte magát Olaszországba? Felség, Itália kék egét sohasem fogom elfelejteni. De amíg ott voltam, sohasem felejtettem el hazámat. És most boldog vagyok, hogy felségtek magas színe előtt ismét megjelenhettem. Mi pedig örülünk, hogy ismét élvezhetjük művészetét. Kegyes engedelmükkel bemutatom az új udvarhölgyet. Özvegy Alvinciné Krisztina de Genere Alvinc. Nem jól érzi magát, gyermekem? Bocsánat, felség. A grófnő majd gondjaiba veszi, kedvesem. Jöjjön, asszonyom, pihenjen. Kezdődjék a koncert. Ma érkezett Erdélyből. Bizonyára megviselte az utazás. Valami komolyabb. Olyan különös volt a tekintet, amikor a császárra nézett. Olyan nagy hatással volt önre ő felsége? Ugyan kérem, ő felsége. Nem is ajánlom. Nem mennék vissza. Hát, hogy képzeljek, ilyet nem tett, csak nem akar föltűnés. Nem, de olyan idegen nekem minden, és
Én nem is tudom, hogy ismerjem ki magam. Na, majd egy segítségére leszek bennem, igazán megbízhat. Köszönöm. Nagyon kedves. Asszonyom, engedje meg, hogy szórakoztatásáról gondoskodjam. Kitűnő mulattatót ajánlok, adjutánsom von Kléber kapitány. Köszönöm, felség, de... Szórakozzanak, sajnálnám, ha unatkozna. Krisztina, csak hogy megtaláltak, hát hogy kerültél ide? Mennyit gondoltam rá? Adjutáns úr! Azóta hány fiatal özvegy portája előtt tört el a kocsia? Krisztina, mindent megmagyarázok. Ne fáradjon, fölösleges! Minden álmomban ott voltál. Ezerszer megátkoztam magam, hogy nem mondtam meg akkor az igazat. És azóta szégyelje magát. Hallgasson meg, mindent elmondok. Nem mondjon semmit, nem hallgatok. Vigyázzon, figyelnek. Milyen szép, és milyen fiatal. Azt mondják, Erdélyből jött. Állítólag. Csak nem. A császár! Feleségemnek valószínűleg unalmas egy ilyen esté. Biztos, ha jobban érezné magát a könyvei között. Igen, nagyon szeretem a könyveimet, grófnő, de a zenét is. Nagyon kellemesen érzem magam itt is. Velem? Általában. Milyennek találja feleséged az új udvarhölgyet? Mi? Nagyon rokonszenves fiatal dáma. Sőt, túlságosan rokonszenves, hogyha felséged is észrevette. Bocsánat, grófnő. Az egész világ összeomlott ma bennem, mikor megtudtam, hogy becsapott. Krisztina, ön szeretett engem. Gyűlöletté vált. Nem igaz. Levelet írtál nekem, és utána jöttél Bécsbe. A császárnak írtam, és a császár után jöttem. Nem igaz. Hozzám vágyottál. Engem csókoltál akkor. Hogy kit csókoltam, azt egyedül én tudom. Nem mondok le rólad, a feleségem leszel. Kapitány úr, elég. Nem hallgatok tovább. Asszonyom, örülök, hogy jó hangulatban látom. Köszönöm, feleség. A kapitány úr gondoskodott róla. Kapitány úr, köszönöm. Tüntessen ki a bizalmával, asszonyom. Meséljen valamit önmagáról. Végtelen örömmel szolgál, felség, hogy szerény művemmel sikerült legmagasabb tetszését megnyerem. Remélem, ma este hallunk még valami szépet. A következő tétel, felség. A császár? Tehát igaz lenne? Persze, hogy igaz, hiszen láthatja, asszonyom, hogy a császár kegyeibe fogadta a hölgyet. De ilyen nyilvánosan, erre még nem volt példa. Most már értem, hogy miért kutazik ő felsége a nép közé. Csak ugyan meglepő, hogy... Ő felség, a császár milyen bizalmasan csebeg az új udvarhölgyel. Ön rémegett át, grófnő. Ő felsége, a császár csak ma látta először Alvincinét. Bocsáss meg, felséged, de ez már túlzott figyelmesség. Kegyeskedjék oda nézni, hogy suttog a fülébe. Örülök, hogy kegyed, aki születése óta Erdél, úgy ítél meg mindent, ahogy azt utazásom alkalmával én is láttam. És nem haragszik az őszinteségemért, felség? Sőt, boldoggá tesz vele. Az őszintesség előlem úgyis legtöbbször elrejtőzik. Azért szoktam az emberek közé ádruhába menni. De ezt az ádruhát is elorozta tőlem valami gazfickó. Felség. Felséged mondta, hogy erről ne essék szó. Lám, saját szavaimat olvassa rám. De hát nem tettek róla, egyre jobban irigylem azt a másikat. Felség. Ha megengedi, elmondom, hogy milyen hibát látnak a gazdálkodó nemesek a mai vámrendszerben. Úgy, el akarja terelni a szót. Hát kérem, nem bánom, tessék, engem ez is érdekel. Úgyis éppen az erdélyi reform terveimen dolgozom. Tehát a vám. Nos? Felséged láthatja, hogy nem túlzás, amit mondtam. Ő felsége a császár, hogy úgy mondjam, duruzsol. Grófnő, kezdek magam is gyanakodni, hogy ő felsége a fiam, mondjuk puszta diszkrécióból,
a valósággal ellentétes dolgot állított. Amint lehet, ismét beszélni fog vele. Örülök, hogy szereti a komoly könyveket. Olvas franciául is? Sokat, felség. Ó, kitől olvasott eddig? Diderot, már mondtad? Beaumarchais? Ah, nem is hittem volna. Asszonyom, használhatja a könyvtáramat. Ó, felség, kimondhatatlanul boldoggá tesz. Azt hiszem, a könyveken keresztül jó barátok lehetünk. Szép pár, nem? Kapitány úr nem úgy találja? Látom, kapitány úr, önnek is tetszik az új udvarhely. Nagyon. Azaz, domhatározottan csinos. Olyasmit is észrevettem, mintha ön is tetszene neki. Én? Ugyan, grófnő. Igen, én elfogtam a hölgy pillantásait, amelyikkel önt nézegette. De azt mondják, hogy nagy hatással van a nőkre. Mert én nem tapasztaltam. Ne nézzen úgy rá, mint a meg akarna enni. És lehet, hogy Alvinci nénál tényleg sikerül majd eredményt elérnie. Gondolja, grófnő. Próbáljam, mi? Ám bár azt hiszem, nem lesz könnyű dolga, mert Alvinci néni ő felségének is tetszik. Érdekes. Ő felsége közülünk egyet se vesz észre. Ön beszél így, kedvesem? Én már évek óta vagyok az udvarnál is. Soha se hittem volna, hogy egy egyszerű falusi légy ott akárkiből kegyencnek csináljon. Kegyencnő, ez talán túlzás? Én azt hittem, ő felségének annyi volt az egész, mint mikor egy szomjas vándor betér valahová egy pohár vízre. Érdekes, itt soha se szomjazik meg. A koncertre senki sem figyel. Mindenki őket nézi. Ez botrány. Bár, hogy valóban érti a hódítás művészetét. Na, Bruckenthal, ezzel az Alvinci nével megjártuk. Azt hittem, hogy csendben meghúzódik itt az udvarnál. Erre az első este már feltűnően tündet azzal, amit takargatnia kellene. Nyíltan kivetette a hálóját a császárra. Engem is meglep, felség, nem hittem volna róla. Én 2 hétig utaztam vele, és velem még csak nem is kacérkodott. Nem csodálom. Kamarás, visszavonulunk. Asszonyom, őszintén örülök, hogy megismerhettem önt. Ha bármiben szüksége van segítségemre, forduljon bizalommal hozzám. Felség, végtelen hálára kötelez. És csak azt szeretném kérni, bocsásson meg, hogy azzal az ostoba levéllel olyan kellemetlenséget okozta. Szégyellem. Én pedig egyre jobban sajnálom, hogy nem nekem szólt az a levél. Felség, a királynő ő felsége visszavonulni óhajt és kéreti felségemet. Igen. Asszonyom, végtelen kellemes volt a társasága. Ha valamit óhajt, könyvet, akármit, bármikor fölkereshet engem. Kapitány, Alvinci né, nemzetes asszony bármikor fölkereshet engem. Parancsára. Köszönöm a kegyet, felség. Sajnálom, hogy ma már nem látom. Szívesen beszélgettem volna még. Gratulálok, asszony. Egészen meghódította a császár. A hamis után az igazi. Ezt akartam mondani, ugye, együttás úr? Várj, Krisztina. Nem dobhatod így el ezt az emléket. Egyszer sem mondta, hogy én vagyok a császár. De azt sem mondta, hogy nem az. Mondtam, de te nem hitted el, és én belementem a tréfába. Később pedig már nem volt szívem hozzá, hogy szétromboljam a lelkesedésedet és hangulatodat. Hát igazán. Nem számításból tett. Nem is mertem álmodni arról, ami később következett. És azután, legalább azután. Azután még kevésbé volt szívem hozzá. Akkor én azt hittem, hogy mi soha többé nem is találkozhatunk. Boldogság könnyen ragyog a szemeidben. Mert érzed, mert tudod, hogy kimondhatatlanul szeretlek. Azóta mindig. Mennünk kell. Felség?
magyarázatot várok a ma esti viselkedésére. Mit kell megmagyaráznunk, felség? Na, ne tetesd magad, Szeppel, egész este kurizáltál ennek az Alvin cínőnak. Igen, nagyon jól éreztem magam a társaságában. Eddig még soha senkivel ezt nem tette. Elégtétellel tartozunk neki. De ilyen sokkal? Úgy van, és különben sem én hívattam ide, hanem felséged, most egye meg, amit főzik. Ó, oh, József, már megint ezek az alpári kifejezések. Én hívtam ide, de nem azért, hogy ország világ előtt folytasd vele ezt a... És még letagadod, hogy ismered. Még egyszer kijelentem, Alvin cínét ma láttam először, és felségednek sincs joga ebben kételkedni. Engem nem fogtok az orromnál fogva vezetni. Mama, micsoda alpári kifejezése? Még gúnyolódol? Szeppel! Kihozol a sodromból? Madame, ha megnyugodott, még beszélhetünk erről, most engedelmével még dolgom van. Csak menj el, felség, de figyelmeztetem, hogy a bécsi burgból nem lesz Versailles. De hogy is gondolhatod ilyet? De miért? Azért, mert a császár egy pár szót beszélt vele. Igen, de ez nem szokás. És közben úgy nézte önt, hogy az már magába véve Versailles-t. Hát én ebből semmit se vettem. Hát elég az, hogy az egész udvar észrevette engem, egészen fölzaklatott. Megnyugtatná, ha kijelenteném, hogy engem a császár, mint férfi, egyáltalán nem érdekel? De hogy lehet az? Úgyhogy én mást szeretek. Mi? Hogy nem a császár? Nem. Valaki más. Nagyon. Na te ilyen. Még ez amúgyis reménytelen lett volna, mert a császár szíve már foglalt. Ön szereti? Még nem, de fog. Jaj, de érdekes. Honnan tudja ilyen biztosa? Már utál. Ez a legbiztosabb út a szerelemhez. De csak önnek mondom el, már senki nem tudja. Bennem megbízhat. És az ön szerelme? Mi már túl vagyunk az utáláson. Tudja, hogy ön kedves teremtés. Legyünk jó barátok, jó? Jó, örömmel. Hogy tetszett a hangverseny? Nagyon. Csodálatos művész ez a Mozart. Igaz. De én mégis sokkal jobban szeretem a táncot. Különösen a menuettet. Ennél vérforralóbb táncot soha nem fognak kitalálni. Néha olyan közel kerül a táncosához, hogy egy méter sem választja el tőle. Júj! Az új hegyek összeérnek. Én bevallom önnek, engem ez egészen föltüzel. Ugye nem vett meg a szemérmetlensége. Nem tettek róla, de olyan szép a tánc, a szerelem. De meséljen, ki az illető? Azt nem árulhatom el. Hát, még nekem sem. Ezt az egyet nem. A holnapi audienciák anyaga. Köszönöm, kamarás. Önnel sincs már szükségem, Kléber. Jó ét. Még csak annyit bátorkodom megemlíteni, felség, hogy felséget holnap délelőtt 10 órakor a haditanácsban elnököl. Köszönöm. Arra kérem felségedet, hogy erre való tekintettel kivételesen kegyeskedjék, mielőbb lefeküdni. Van még valami utasítás számomra? Bocsánat, felség, én csak felséged egészségére gondoltam, amikor... Már megint dajkál. Az élet könyvet éjszakára engedélyez még, ugye? De ha már ilyen titoktartó, legalább árulja el azt, hogy hol kezdőd. Erdélyben. Hogy is a lovagot maradt? Ó, ez unalmas. Ki tudja, mikor találkoznak megint? Ki tudja? Addig is, amíg újra találkoznak, ajánlok egy mulattatót. Nem. De. Ő felsége adjutánsát. Kléber. Remek fickó. Egyenesen szép asszonyok szórakoztatására született. Nagy szoknya bolond, fűnek fának udvaron. Belém halálosan szerelmes. Háromszor megkérte a kezemet. Megkérte? Térdenálva. Természetesen én kikosarattam, mulattam rajta. Pedig nagyon csinos ember. Próbálja meg, foglalkozzék vele. Hát, ha megkéri hamar az ön kezét is, ez már nála így szokás. Mi van önnek, Krisztina? Úgy elálmosodtam, bocsásom. Akkor nem is zavarom tovább. Pihenjen, én még benézek egy kicsit a vendégek közé. Jó éjszakát. Csak aztán vigyázzon evel a Kléberrel, nehogy hűtlen legyen, miatt az igazihoz. Jó éjszakát. Ó, grófnő, ön még mindig ébren? Igen, még visszamegyek a vendégek közé. Nem kísérel? Szíves engedelmével lefekszem. Korán kelek. Most ő felségétől jön? Igen. Én a kis Alvin cínével beszélgettem, olyan bájos teremtés. Összebarátkoztunk. Képzelje, nem kell neki a császár. Valaki más szeret. Ugyan. Ön ki lehet az illet? Ezt nem tudom, valami vidéki dolguán. Ő is visszamegy a vendégek közé? Nem, ő már lefeküdt. Grófnő.
jó éjszakát akarok kívánni. Hogy mer bejönni a szobámba? Krisztina, mi van vele? Mi kérdezi? Hiszen egyszer már megbocsátottál. Nem szégyeli magát. Szoknyavadász. Mi voltam a számára? Egy a sok közül. Nem értem, Krisztina, mi történt vele? Nem érti. Menjen csak vissza a grófnőhöz. Miről beszélsz? Kérje meg negyedszer is a kezét. Hallgass meg, Krisztina, mindent megmagyarázok. Tudom. Mindent meg tud magyarázni. Krisztina, értsd, hát szeretlek. Még egyszer nem fog becsapni. Távozzék agyutásuk. Nem megyek, beszélnem kell vele. Ha nem megy, azonnal segítségét kiáltunk. Nem bánom, semmit se bánok. Nem mehetek így el. Akkor én megyek. Nem engedlek, Krisztina. Egyszer, gyűlölöm. Bárhova még utánad megy. Azt próbálja meg. Krisztina. Minek köszönhetem ezt a váratlan látogatást, asszonyom? Felséged azt mondta, ha valamire szükségem lesz, forduljak bizalommal felségedhez. Igen, ezt mondta. És azt is mondta felséged, hogy bármikor bejöhetek is. Én most azért jöttem. Ez igazán nagyon kedveskedjettől. De éjfél már régen elmúlt. Vagy nem vette ezt észre? Mit csinál itt, kapitány? Még nem feküdt le? De az az, hogy éppen most készülök. Igen. Igen, én is éppen most készülök lefeküdni. Elég volt a társaságból? Nem, de korán reggel a királynő rendelkezésére kell állnom. Hát akkor jó éjszakát, grófnő. Nem haragszom, ezt már elintéztük. De mondja meg őszintén nekem, miért keresett fel? Felség, olyan egyedül voltam. És nekem olyan szokatlan még minden. Ezt megértem, de miért ilyen riadt? Bántotta valaki? Nem, nem. Megijedt valamitől? Nem, csak arra gondoltam, hogy valami olvasnivaló könyvet kérnék felségettől. Asszonyom, a könyvtárom rendelkezésére áll. De amint látom, ön talán már egyszer le is feküdt. Ó, Istenem! Bocsásson meg, felség, hogy így jöttem. Szégyellem magam. Na, ne tegye azt. Ön így ugyanolyan bájos. Sőt, egyenesen kívánatos. Sejtettem, hogy valami titkot tudok meg. Szóval Alvinczi Krisztina mégis ő felségénél van. Ilyenkor. Na jó éjszakát. Bocsásson meg, felség. Most már igazán mennem kell. Ne menjen még. Olyan jól esik a közelsége. Örömet okoz, és nekem olyan ritkán van részem ebben. Ennek felséged az oka? Ó, bocsásson meg. Csak mondja. Legyen őszinte hozzám. Bocsásson meg, hogy zavarni mertem éjszakai nyugalmát. Csak nincs földrengés. Sokkal rettenetesebb dolog történt, felség. Micsoda? Ő felsége a császárma megint kegyeskedik. Ah, oh, hogy érti ezt? A szobájába tartózkodik az új udvarhölgy, Alvinczi Krisztina. Úgy, hát mégis, na megálljatok. A papucsom! Ön miért sír? Ő felsége miatt, mert én őt... Tudom, ne sírjon, majd elintézzük ezt.
József erre azt mondaná, kutyaszőrt harapással. Ön fordítva fel. Az mindegy, a ruhámat. Tudja, én mindig csak mások életéért munkálkodtam. És közben nem törődött a magáival, felség? Nem értem rá. Tudom, baj. De mióta ön itt van, asszonyom, szinte észrevétlen változáson mentem keresztül. Látja, itt van ez a könyv. Egész este semmit nem olvastam belőle. Tudja miért? Nem tudom, felség. Mert a betűk helyett egész este önt láttam magam előtt. Az arcát, a szemeit, csak önt, asszonyom. Hú, felséget. Bocsásson meg, most már igazán mennek. Nem, ne menjen még. Felség, a fűző? Nem kell, sokkal idegesebb vagyok. Eddig nagyon egyedül voltam. Véletlen talán azért sodorta önt ide, hogy elhozza nekem azt, ami máig hiányzott, a boldogságot. Felségem. Ön fél. Ne féljen. Krisztina. Ugye így hívják? Igen, felség. Krisztina. Felség, későre jár. Ne menjen, maradjon még. Mondja meg őszintén, még mindig szereti azt az embert, aki akkor az én nevemben... Csak szeret. Most? Most? Miért kérdi, felség? Az az érzésem, hogy annak az emléke elől menekül. Én mindig elvesztettem azt, akit szerettem, akinek örültem. Mindig? Mindig, igen. És most félek. Nem szeretnék én is úgy járni, mint az adjutásom, von Kléber kapitány. Miért? Az hogy járt? Egyszer egy csodálatos asszony került az útjába. Boldog volt, mint még sohasem. Egy napig tartott az egész. Reggelre elveszítette örökre. Azóta halálosan boldogtalan. Minden nőben csak azt keresi. Hiába, szegény. Kitől tudja a felséget? Ő maga panaszolta el. Mikor? Az elmúlt hetekben. És most én is attól félek, hogy így fogom elveszíteni önt, Krisztina. Nem, nem, felség. József. Nem, nem, nem tudnám, felség. Nem, felség, nem. Miért nem, Krisztina, miért nem? Felség, Krisztina. Mit akar itt? Hagyjon magunkra. Zajt hallottam, felség. Mi történt? Ez nem tartozik önre, távozzék. Nem tehetem, felség. Hogyan? Ön ellen szegül? Be kell vallanom, felség. De azon a bizonyos éjszakán én voltam felséged álterebúr. Mit mond? Az életével látszik, ha ez igaz. Nem igaz, felség, nem igaz! És mit keresett az ajtóm előtt? Tudtam, hogy Krisztina itt van. Úgy, ön szerelmi kalandokat bonyolít le a nevemben, ének idején leskerődik az ajtóm előtt, és féltékenységével rátör a császára. Hát mit csináljak én most önnel? Amit a törvény előír, felség. Meddegyek, felség! Meddegyek! Inkább engem büntessen meg! Kapitány úr, vétesse magát őrizetbe. Felség! Szeretem. Felség! Hát értsen meg, hogy szeretem! Valá? József! Hát mégis! Felség, én nem találok szavat! Nem csodálom! Bocsánat, hogy megzavartam a légyontot. És ön, kedves adjutáns, mit keresett ennél az idillnél? Alvinciné asszony, úgy látom, túlon túl érti a módját. Felség! Kapitány úr, teljesítse a parancsomat! A szobájába megy és megvárja az intézkedéseimet. Elég? Hagyjon! Madame Dubarry. Grófnő, az ön viselkedése minősíthetetlen. Föl vagyok háborodva. Ön felség? Én vagyok felháborodva. A grófnő pedig az én udvarhölgyem és az én szolgálatomba áll. És most intézkedjék, kedves, hogy a kancellár és Bruckenthal urak haladéktalanul ide jöjjenek. Menjen, gyermekem! Gratulálok az udvarhölgyéhez, madame. Köszönöm. Nagyon szolgálatra kész teremtés. Hogyne, állandóan a nyomomban van, kémkedik utánam. Tönkreteszi az életemet a figyelmeségeivel. És folyton elejti előttem a kendőjét. És most önt ilyen dolgokba ugratja bele, madame. Alvinciné-ről akarunk beszélni, vagy a grófnőről? Én a grófnőről. Én Alvinciné-ről. Hogy jutott a szobába ez az asszony? Hát, betyíptam.
várhattam volna más tőled. És mit keresett ennél a beszélgetésnél az adjutánsod? A Jussel. Hát ez hallatlan. Ugye? Hát ilyen kellemetlen helyzetbe hozott az ön kedves grófnője. Én most kikocsizom Schönbrunnba, és vissza se jövök addig, amíg felséged mindent rendben nem hoz. Csak nem hagysz magamra. Mama most megeheti, amit főzök. Ah, fúj, már megint ezekkel az ízléstele hasonlatokkal jössz. Fúj, ez a russzói természetesség. Felség, te kegyes engedelmével szolgálattételre jelentkezem. Kérem, intézkedjék, hogy Kléber kapitán kísérjék fel, és később Alvin cíne is álljon rendelkezésemre. A kancellárt és a gubernátort értesítette? Parancsára, felség, de mindenkire most hajnalban van szükség? Ne csodálkozzék, kamarás, hanem intézkedjék. Parancsára. Mama, mit akar tenni? Azt mondtad, hogy amit megsütöttem, azt fagyasszam is el. Hát én most fagyasztom, majd a kezembe veszem ezt az egész ügyet. Mondja, hogy tehette ezt velem, amikor én tudta, hogy én Józsefet. Bánom is én Józsefet. Már megint kezdjed, kinél volt ön éjfél után? Józsefnél. És akkor bejött ő, és most ezért megölik. Jó Isten. És én meg felajánlottam önnek a barátságomat. Kígyót melengedtem a keblemet. Mi kitől neknek? Klébert. Az én. Klébert szereti. Fantasztikus teljesítmény. Az ítélkezés jó természetesen a királynő őfelségét illeti. Ezért még mi is számolunk, Kléber. Felség, valamit óhajt tőlem, a szalonomban vagyok. Mondja, kapitány, nem szégyeli magát? Rettenetesen, felség. Remélem is. És nem bántotta a lelkiismerete azóta az éjszaka óta? Nagyon sokszor, felség. Közben azért nyakra főre udvarolt. Feledést kerestem. De tudtam, hogy soha többé nem kerülhetek Krisztina szem elé. Hogy jött önnek az a farsangi ötlete tavasz közepén, hogy a fiamnak adja ki magát? Bocsánat, felség, soha nem mondtam, hogy én vagyok a császár. Ha ne? Jó szakrát, vagy mit tudom én, mi van most? Felségeit várják, excellenciánokat, azonnal jelentek. Ennyi, Amice, hogy lehet így őfelsége elé járulni? Köszönöm, Amice, de én már aludtam. Én is, de azért mégis. Pardon. Uraim? Így korán, felség? Így későn, csak nem. Tudják, miért kérettük önöket? Nincs szerencsénk az okokat ismerni. Annak a bizonyos erdélyi éjszakának az ügyében. Felség, már intézkedtünk. Holnap korán reggel gyors után indul Erdélybe, és felségét, Alterégóját már két hét múlva keresni fog. Már késő. A bűnös megvan. Hogy lehet ez? Bocsánat, felség. Óhajt valamit, grófnő? A királynő ő felsége hivatal. Kérem, grófnő bizonyára tudja, hogy a dolgozószobának van egy másik beállata is. Tessék. Grófnő? Jaj, felséged. Már megint? Mit csináljak, ha felséged nem akar másképpen észrevenni? Úgy, hát hogy ne panaszkodhassék, holnaptól kezdve minden nap elkísér az esti sétámra. Felség, végre. Ez a kegy. Nagyon téved, grófnő. Séta közben kizárólag a modern gazdálkodás elveiről szabad beszélnie velem. Ez lesz a büntetése. Felség, kedvenc témám. Én erről olyan szépeket tudok mondani, hogy felséged bele fog szeretni a modern gazdálkodásba. Köszönöm, felség. Hol hagytuk abba? A tettesnél, felség. Igen, a vizsgálat folyik, és önök uraim jelen lesznek az ítélethirdetésnél. József von Kléber kapitánt felségsértéssel vádoljuk. Megértette? Igen, felség.
Törvény szerinti halálbüntetés helyett kegyelemből életfogytiglani szabadságvesztésre ítéljük. Felség! Kegyelem! Nem tudok nélkül élni. Én voltam a hibás, csak én. Lébert kapitány, örökös börtönőréjük, Alvinci Krisztina udvarhölgyünket rendeljük. Felség, ez ugye? A kapitány köteles önt feleségül venni. Vannak. Halljuk, Brokmutál! Nem tartom helyesnek az azonnali házasságkötést, és éppen azért azt javasolom, hogy az csak mához egy évre történjék meg. Na miért? A pletyka azt mondhatná, hogy a kapitány úr csak parancsra kötött házasságot, hogy nevet adjon az utódnak. Hát, ha nem is lesz utód. Ezeknek lesz. Ehhez te nem értesz. Hallották az ítéletet? Hallottuk, felség. Ez a büntetés. Most búcsúzzanak el egy évre.